tükörjék. És látod, így szoktam letesztelni, nézz oda. Figyelj csak, most megint egy kis gáz, ez a direkt azért többé is figyelt, behúzom a kéziféket. Csúszik, érzed? Rendesen csúszik. Azt a mindenit, jobbra megyünk. Ezért nem előzött meg a Skodás végig. Mi? Ugye milyen? Nézzek, tükörjég az egész. Azt a... megint csúszik. Kicsit engedd el a gázt. Igen, csúszik az. Igen. Nagyon jó. Ezért nem kell megijedni. Itt nem. Viszont az erdősával... Nézd, lefagyott az ablak. Az erdősával védett részen meg tükörjég lesz még jobban, tudod, országúton. Mit akarsz? Mi ott akkor? Lehet a gáz. Átadok neked a kormány. És akkor mehet a hármas. Nyengedd el a gázt, nyomd le a kuplungot, nyomd le, és nyomj egy féket, egy erősebb féket, hogy csúszson, még, blokkoljon a kerék. Ennyi, engedd el. Érezted? Ez volt az ABS. Csúszott a kerék, csúszott volna, és akkor ő ugye leszabályzott. Érezted a darálást? Jó helyen vagy, mehetünk. Érezted a darálást a lábad alatt? Ugye visszavesz a fékerőből, és egy kicsit lüktet a fékpedál a lábad alatt. Érezted? És ilyenkor, amikor más csinálja, akkor ilyenkor felengedem. Egy picit visszább kell engedni a féket, de ez azért van az ABS, hogy ilyenkor a kormányzás megmaradjon. Tehát ilyenkor nem hagyja blokkolni a kerekeket. És tudod kormány, mondjuk, hogy ki kell kerülni fékezés közben, vagy valami, akkor ugye engedsz. Szóval ilyenkor fontos, hogy még ez a kis jégborda is megdobhatja ott középen, látod? Tehát ilyenkor próbáld meg a két kerék közé venni ezeket a bordákat. Tudod, tehát az volt, amikor megelőzött ez a kamionos minket. Hát nem. Itt már lehet látni, hogy vizes az út, de verte föl a vizet. Ha megnézed, veri is föl. De egyébkor ránk előzött lehetett látni. Ilyenkor már nem jeges az út. Látod, itt már sózó van. Tehát, hogyha egy kicsit forgalmasabb útra kimész, már mennyire látszódik, de figyeljétek, ilyen ónos eső esett. Nézd meg! Azt a minden itt tükörjék. Jó, hát a talajra is ilyenkor ásik, és vigyázni kell, mert tényleg korcsolyázás lesz.